A Kisteleki Mentőállomás mentőtisztje Bálint Zoltán a háztartási balesetek esetén alkalmazott helyes eljárásokat mutatja be a következőkben. A háztartási balesetek egyik lehetséges retteget formája és szövődménye, hogyha olyan erek sérülnek, amik esetlegesen a szív közeli területekről érkező vért szállítanak, ezek az úgynevezett ütőerek. Az ütőerek sérülése esetén tömeges és általában a szív ritmusával egyező pulzáló, de a legfontosabb, hogy élénk piros színű vért tapasztalunk. Ez az élénk piros szín ez mindig jellemző, hiszen oxigéndús vérről beszélünk. Az ilyen esetekben a sérültnek attól függően, hogy mennyire tömeges a vérzése, esetleg percei vannak addig az állapotig, amíg esetlegesen elvérzik. Mi az, amit ilyenkor tudunk tenni? A legfontosabb, hogy a beteget biztonságba, illetve a sérültet biztonságosan pozícionáljunk. Ez az állapotától függően lehet egy ülőhelyzet, illetve lehet esetleg fekvő helyzet is. A másik, ami esetleg ezt a pozícionálást feltétlenül befolyásolja, az az, hogy melyik testtájékon van a vérző terület. Ugyanis a következő fontos lépés, hogy a vérző területet a szív magassága fölé emeljük, és ezzel együtt megpróbáljunk egy olyan úgynevezett ütőeres nyomópontot nyomás alá helyezni, ami azonnal csökkenti a vérzést. Miért fontos, hogy így kezdjük ezeket az ellátási lépéseket? Azért fontos, mert az esetek többségében, különösen egy háztartási körülmények között nem áll rendelkezésünkre azonnal a kötszeres ellátás, tehát a kötözés lehetősége. Viszont, mint említettem, a vérzés ilyenkor percek alatt kritikussá válhat, és olyan állapotot idézhet elő, ami már a beteg életét veszélyezteti. Emiatt ezek az alaplépések a legfontosabbak, és amennyiben nincs is esetlegesen megfelelő kötszerünk, tehát technikailag nem tudjuk a kötözést kivitelezni, vagy nem vagyunk elegen a kötözés kivitelezéséhez, abban az esetben a kötözés mellőzése mellett ezt a folyamatos új nyomással, illetve gravitációs úton történő vérzéscsillapítást célszerű folytatni, és esetlegesen a mentőhívást azonnal kezdeményezni. A mentőhívás kezdeményezése a mai viszonyok között a 112-es segélyhívón keresztül történik, illetve esetlegesen, akinek le van töltve, az életmentő alkalmazást is aktiválhatja minden ilyen esetben. Lássuk a kötözés menetét. Kötözésre említettem, hogy akkor van lehetőségünk, ha elegendő személyi feltétel és technikai háttér áll rendelkezésre, tehát van kötszerünk elegendő mennyiségben, illetve a folyamatos új nyomás, illetve kompresszióval történő vérzéscsillapítást is biztosítani tudjuk egy időben. Ilyen esetben tehát az a lehetséges megoldás, hogy segítséget kérünk, kiabálunk egyet, jöjjön valaki segíteni, és amennyiben a segítség érkezik, akkor gyors instrukciókkal ellátva átadjuk az új nyomással való vérzéscsillapításnak a kivitelezését. Kérem, jöjjön segíteni. Vegye át itt, ahol nyomom, tessék itt a felkar belső oldalát, felkar belső oldalát nyomni, és megemelve tartani a kezet. Lássuk a kötözés kivitelezését. Mi kell hozzá? Egy ütőeres nyomókötéshez kell egy nyomó párna, kell egy alapkötöző, amivel fedjük, illetve kitamponáljuk a sérülést, és kell egy pólya, menetek kialakítására alkalmas pólyatekercs. Ilyen esetben a kötszernek a felhelyezése mindig folyamatos nyomás mellett történik, tehát az adott sérülési területre folyamatosan gyakorlok nyomást, és figyelembe veszem azt is, hogy a végtag, az adott sérülés, hogyha végtagon van, akkor annak a körfogata nem egyforma, ezért nem csak vízszintesen, hanem egy kicsit átlós irányban is végzek pólyameneteket, alakítok ki pólyameneteket. A pólya abban az esetben, ha esetlegesen elfogy, akkor akár raktapascsikkal zárható is, hogyha már kellő vérzéscsillapító hatását kifejtette. Ezt nyilván onnan fogom tudni észlelni, hogy a kötés átvérzik, vagy sem. Amennyiben nem vérzik át, akkor egy egyszerű raktapasz csíkkal, vagy hogyha ez nem áll rendelkezésre,
akkor a kötszernek a hosszant irányú kettévágásával, illetve ennek a masnyira, illetve rendes megkötésére való lehetőségként, rögzítési lehetőségként lehet használni. Természetesen az új nyomást csak ezután érdemes felengedni, de a kart, illetve az adott végtagot, vagy a sérült testtájékot továbbra is megemelten kell tartani, egészen addig, amíg a vérzés teljes mértékű szanálódását nem észleljük. Teendők akkor, hogyha átvérzik a kötés, újabb pólya menetet, illetve nyomópárnát alkalmazok, és az előző kötést, amennyiben az jól működött, nem bontom le. Ilyen esetben csak a nyomást egészítem ki, illetve újabb pólyamenettel azt rögzítem. Még egyszer hangsúlyozom. Az ütőeres vérzés ellátása nagyon gyors, higgadt megoldást igényel, és nagyon fontos, hogy mindig a lehetőségek tárházába gondolkodjunk. Amennyiben nincsen kötszer, vagy nem elégséges a személyi feltétel egy kötszer felhelyezésére, egy ütőeres nyomókötés felhelyezésére, abban az esetben kizárólagosan az új nyomással, illetve a gravitációs technikával történő vérzéscsillapítás jöhet számításba. Mit tegyünk, hogyha a sérülésben idegen test is észlelhető? Az idegen testek eltávolítását a helyszínen nem javasoljuk. Ilyenkor a kötözés felhelyezése, köszönöm a segítséget, egy körülkötéssel történik meg, azaz az adott idegen testre fölülről merőlegesen nem kötünk rá, hanem körbe helyezünk el nyomópárnákat, és próbáljuk a kötözést úgy kialakítani, hogy sem kimozdulni ne tudjon az idegen test, sem beljebb tolódni ne tudjon. Szecsődi Ferenc és Benedekfi István közös fellépését tekinthetik meg a Sarok Koncert koncertsorozat keretein belül. Szép jó reggelt kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kistelekiek! Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket ma délelőtt a Térzene koncert kisteleki állomásán, amely számunkra is nagyon különleges helyszín. A piac területén talán most játszunk először, de annál nagyobb örömmel és szeretettel és várakozással voltunk, és nagyon örülünk, hogy ilyen sok érdeklődő embert látunk. A következő 40, szűk 40 percben a Szerelmes Nyári Muzsika című programra keresztelt műsorunkat szeretnénk eljátszani, és megtisztelt minket, illetve a programsorozatot Szecsődi Ferenc Lisztdíjas hegedű művész, érdemes és kiváló művész, aki fellép a mai délelőttön. Jó magam, Benedekfi István zongora művész vagyok, és kérem, fogadják sok szeretettel mai matiné hangversenyünknek a következő darabjait. Át is adnám a szót ezúttal Szecsődi Ferenc művész úrnak. Kedves kisteleki polgárok, elsőként eljátszunk Edward Elgár Szerelmi üdvözlet című darabját.
kedves közönségünk, annak idején a volt tanárom azt mondta nekem, hogy a hegedű, szép hegedű hanggal minden női szívet meg lehet hódítani, és hogyha valami ilyesmire szeretnék vetemedni, akkor a következő művet tanuljam meg, ezt nem más, mint Jules Massenet francia zeneszerzőnek a Táj című operájából a meditációja. Sor került a lélekharang felszentelésére a pusztaszeri temetőben. Antal Imre plébános beszédét tekinthetik meg.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Ha nem hallanak, akkor integessenek, jó? Az egykori plébános kérdezték a hívei, hogy atya, miért nem szól a harang? Azt mondta, hogy annak ezer oka van. Az első az, hogy nincs. Hát itt is így voltunk évekig, vagy évtizedekig, hogy nem volt, ami szóljon, de most hála Istennek a mai naptól kezdve itt a pusztaszeri temetőben is temetések alkalmával, vagy bármikor, ha valakinek kedve van harangozni, nyugodtan megszólaltathatja, mert hogy ez nem egy hiába való foglalatosság, a harangnak a szava ugyanis figyelmeztet bennünket. Nem igazán szeretjük, de nem árt, hogyha néha figyelmeztetnek bennünket. Egy-egy figyelmeztető szó. Ugye önök, szülők, nagyszülők tudják, akik gyermeket neveltek, hogy néha azért, hát valamilyen módon figyelmeztetni kellett azt a gyereket, hogy hát fiam, kislányom, így, meg ezt kellene tenni. Ugye? De hogyha azt nézzük például, hogy az iskolába az óra kezdetét, meg az óra végét egy csengő szó jelezte, ugye milyen jó volt, amikor már néztük, hogy jaj, mikor lesz már a vége, stb. Akkor megszólalt a csengő, jaj, mehetünk szünetre. Ugye? Hát kell, hogy valami figyelmeztessen bennünket. De hogyha például a Szentírást, a Bibliát vesszük alapul, akkor ott is megjelenik a csengő, a harang. Ugye a korabeli világban volt egy olyan betegség, ami hát ragályos betegség volt, mint most állítólag a koronavírus. Ugye ez a lepra volt. És abban a korban, aki leprás beteg volt, azt kiközösítették. Tehát nem mehetett távol az emberekhez. Pontosan azért, hogy nehogy ezt a betegséget hát átadja. És éppen ezért, hogy figyelmeztethesse azokat, akik közelítettek hozzá, ezért egy csengő, egy kis harangocska volt a kezébe, és ha valaki közelített hozzá, akkor ezt kellett neki rázni, mint egy figyelmeztetésül, hogy ne gyere tovább, hogy állj, mert hogy veszélyes. Na most, amikor itt a temetőbe erre a harangra, lélek harangra tekintünk, akkor ez is egy figyelmeztető számunkra. Ugye minket, élőket figyelmeztet, nem az elhunytakat, nekik már nincs szükségük figyelmeztetésre, minket figyelmeztet valamire. És amikor megnézzük ennek a harangnak az elhelyezését, állását, akkor látjuk, hogy az ég és a föld között helyezkedik el. Ég és föld között. Tehát másképp nem tudna megszólalni. Ha leraknám ide a földre, legfeljebb egy bottal tudnám ütögetni, de hát annak milyen hangja lenne. Ugye? Ég és föld között. Ez azt jelenti, hogy figyelmeztetés az ég felé, és figyelmeztetés a föld felé is. Tehát egy figyelmeztető szó az Isten felé. Mikor megszólal a harang, ez valamire hív bennünket. Imádságra. Összeszedettségre. Itt a temetőben, például amikor megszólal, akkor arra hív, hogy nyissuk ki a szánkat, a szívünket, és imádkozzunk azokért, akik már nincsenek közöttünk, akik már eltávoztak, elhunytak, akik hozzánk tartoztak, akik nekünk fontosak voltak, szüleinkért, testvéreinkért, rokonainkért, hozzátartozóinkért. Egy imát elmondani értük, és ezzel figyelmeztetni az Istent, ugye? A harang fölfele is figyelmeztet, hogy hát hallgass meg bennünket, ugye? Ne menjen el a füled mellett a mi kérésünk. Tehát figyelmeztet minket arra, hogy imádkozzunk, könyörögjünk elhuntjainkért, és figyelmezteti az Istent arra, hogy hát itt vannak ezek az emberek, akik kérnek tőled valamit, hát légy szíves, teljesítsd ezt. De amikor itt a napokban ezt a harangot ide felszerelték, akkor nagyon érdekes volt látni, hogy mester úr, meg polgármester úr itt ezt a minek nevezik ezt itt? Egyensúlyt. Ezt az egyensúlyt, ugye,
Hát, hogy hogyan állítgatták? Hogyan állítgatták, hogy miért tették ezt? Hát, hogy hogyan szóljon a harang? Ugye, nem mindegy, hogy egy harang hogy szólal meg. Milyen hangja van neki? Hát, lehet neki szép hangja, ugye, de lehet neki borzasztó, torz hangja is. És ez az egyensúly, ez segít, hogy megfelelő legyen ennek a harangnak a hangja. Ne zavaró, ne fülsiketítő, ne egy ilyen torz hang, hanem egy kellemes, szépen csengő, szépen szóló hang. Ez bennünket is figyelmeztet valamire. Mert nem csak a harangnak van nyelve, amit gondolom, hogy Mester úr nagy szeretettel elkészített, hanem nekünk is van nyelvünk, és ezáltal nekünk is van hangunk. És az, hogy a mi hangunk hogyan szólít, és itt most nem az ének hangra mondom, gondolok, meg nem arra a hangra, hogy milyen az orgánumunk, meg stb., hanem hogy mit mondunk. Ha nincs egyensúly, ha nincs egy tisztességes, belső, lelki egyensúlyunk, ami szabályozza azt, hogy mi mit mondunk ki, hát akkor eléggé, hát olyan furcsa hangokat tudunk kiadni, ami zavaró, ami sokszor sértő. Ezért fontos az egyensúly. Itt nem csak a haranga fontos, nem csak a harangláb, hanem az egyensúly. És ez az egyensúly szükséges a mi életünkben is, hogy tudjuk egyensúlyozni a szavainkat, a gondolatainkat, hogy mi az, amit ki kell mondani, mert szépen szól, és mi az, amit nem muszáj kimondani, mert nem biztos, hogy jól fog hangzani, sőt, sértő és bántó lesz. Hát ez a harang figyelmeztessen bennünket arra is, hogy tudjuk ezt a belső egyensúlyt szabályozni, hogy amikor megszólalunk, akkor a mi hangunk is dicsérje az embert, és dicsérje az Istent, mint ahogy ez a harang is tenni fogja. Én gratulálok az ötlethez, a tervhez, az elkészítéshez, mindenkinek, aki ebben részt vett, Mester úrnak a műhelyében én is többször megfordultam, ennek kapcsán is, más alkalmakkor is sokat tervezünk, sokat beszélünk, már teljesen kitanulom a harangszakmát, az asztalos szakmát, és mindenféle templomépítő szakmát. Itt az elmúlt időszakban annyi terv volt, de ennek csak örülök, mert az ember, ha valamit tanul, az nem baj. Gratulálok minden munkálathoz. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép harangláb készült ide, ebbe a temetőbe, úgyhogy a Jóisten áldja meg ezt a haranglábat, áldja meg azokat, akik ennek az elkészítésében fáradoztak, és áldja meg az egész települést, mindannyiunkat, akik itt vagyunk, akik otthon vannak, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Egy mi atyánkot mondjunk el közösen, amíg megszentelem. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Gratulálok, és húzzanak, imádkozzanak, és... Hát az majd csak parancsszóra. Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornász egy váltornát mutat be. Ezt tekinthetik meg a következőkben. Szeretettel köszöntöm a nézőket! A mai napon egy váltornát tanítok meg önöknek. Széken ülve kezdjük a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el kényelmesen. Összekulcsoljuk a kezünket. Előre megnyújtózunk, és mellkashoz visszahúzzuk a két kart. Megnyújtózunk előre, és visszahúz.
megnyújtózunk, visszahúzzuk, nyújt előre, és visszahúz. Marad az összekulcsolt kéz, felnyújtózunk jó magasra, és vissza leengedjük. Felnyújtózunk magasra, visszaenged. Felnyújt magasra, vissza leenged. Felnyújtózunk jó magasra, és vissza leengedjük a két kart, lazítunk. Hajlítjuk a két kart, könyököt kiemeljük oldalra, igyekszünk visszintesük, és vissza leenged. Kiemeljük oldalra, és vissza leenged. Emeljük oldalra, visszaenged, emeljük, visszaenged, még egyszer, és megállunk, leengedjük a karjainkat. Csípőre húzzuk mind a két kezünket, leengedjük a törzs mellé. Felhúzzuk csípőre, vissza leengedjük. Felhúzzuk csípőre, vissza leengedjük. Még egyszer felhúz, és vissza leenged. Picit előrébb ülünk a széken. Két kezünket derekunk mögé felhúzzuk. Lapockánk vonaláig igyekszünk felemelni, és vissza leengedjük a törzs mellé. Felhúzzuk a derekunk mögé, és vissza leengedjük. Felhúzzuk a derekunk mögé, vissza leengedjük, felhúzzuk még egyszer, és vissza leengedjük. Tarkóra tesszük a két kezünket, és vissza leenged. Tarkóra húzzuk, leengedjük. Tarkóra felhúzzuk, leengedjük, még egyszer tarkóra húz, vissza leenged. Feltesszük a kezünket tarkóra, itt is marad, könyököt közelítjük elől, és hátra húzzuk. Közelítjük elől, hátra húzzuk, közelítjük, hátra húzzuk, elől közelít, és hátra kinyit, leengedjük a két karunkat, és kilazítjuk. Veszünk egy labdát a kezünkbe, mind a két kézzel megfogjuk a labdát, előre megnyújtózunk a labdával, és mellkashoz visszahúzzuk. Megnyújtózunk, és visszahúzzuk. Megnyújtózunk előre, visszahúz. Még egyszer megnyújtózunk, és visszahúzzuk. Felnyújtjuk jó magasra, és vissza leengedjük. Felnyújtjuk jó magasra, vissza leenged. Felnyújtjuk magasra, vissza leengedjük. Még egyszer felnyújt magasra, és vissza leengedjük. Előre megnyújtózunk a labdával, és forgatjuk, mint egy autó kormányát, egyik oldalra, másik oldalra,
fordítjuk, fordítjuk, fordít, 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 még egyszer, és lazítunk egy kicsit. Előre megnyújtózunk a labdával, megérintjük a jobb vállunkat, vissza kinyújtjuk a labdát. Bal vállunkat érintjük, vissza kinyújtjuk. Jobb vállat érintjük, visszanyújtjuk. Bal vállat érintjük, vissza kinyújtjuk. Még egyszer jobb váll, kinyújt, bal váll, és kinyújtjuk. Itt marad a labda. Végig gurítjuk az egyik karunkon a vállunkig, vissza le. Csere, másik karunkon gurítjuk, és vissza leengedjük. Ugye amelyik kezünk nyújtva van, azt mereven kell tartanunk, kigurít, vissza, másikat tartjuk, gurít, vissza, és kicsit lehet lazítani. Mellkas magasságba emeljük a labdát, tenyerünk között fogjuk, két könyökünket oldalra kiemeljük, két oldalról összenyomjuk a labdát, és lazítunk. Összenyomjuk, ellazít. Összenyomjuk, lazítunk, összenyomjuk, lazítunk, még egyszer, és megállunk egy kicsit pihenni. Két kezünkkel magasra felnyújtózunk, tarkóra visszük a labdát, felnyújtjuk magasra, és leengedjük. Felnyújtjuk magasra, tarkóra visszük, felnyújt magasra, vissza leenged. Felnyújtjuk, tarkóra tesszük, vissza felnyújtjuk, leengedjük, még egyszer nyújt, tarkó, felnyújt, és vissza leengedjük. És lazítunk egy kicsit, mind a két kezünket kilazítjuk, megrázogatjuk egy kicsit. Jó, letesszük a labdát. Fölállunk egy bordás falhoz, vagy egy olyan otthoni lehetőséghez, ahol meg tudunk kapaszkodni. Szembeállunk a bordás fallal. Mellkas magasságában megfogjuk a falat, odahúzzuk magunkat a falhoz, és eltoljuk. Amikor odahúzzuk, akkor a lapockánk összezáródik, amikor eltoljuk, akkor kinyílik. Odahúzzuk magunkat, és eltoljuk. Odahúzzuk, és eltoljuk. Jó, és lazítunk egy kicsit. Az egyik kezünkkel a bordásfal szélénél, vagy egy ajtó félfájánál lépegetünk felfelé, nyújtózunk jó magasra, a hónaljárkot közelítjük a falhoz, jól megnyújtjuk a karunkat, és vissza leengedjük. Felnyújtózunk, jól megnyújtjuk a karunkat, és vissza leengedjük. Felnyújtózunk, jól megnyújtjuk,
vissza leengedjük, még egyszer felnyújtózunk, jól megnyújtjuk, és vissza leengedjük a kard. Ugyanez a feladat a másik kezünkkel. Felnyújtózunk, közelítünk a falhoz, és vissza leengedjük. Felnyújtózunk, jól meghúzzuk a karunkat, és vissza leenged. Nyújtózunk, közelítünk, visszaenged, még egyszer nyújtózunk, közelítünk, és visszaleenged, lazítunk. Van egy segédeszközünk, amit otthon bárki el tud készíteni, egy csigán van egy madzagunk, megfogjuk a két végét, és nagyon egyszerűen át tudjuk vele mozgatni a karjainkat. Egyiket lefele húzzuk, másikat emeljük, és csere. 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 Még egyszer. És megállunk. Ezt lehet oldalra is húzni. És visszaengedjük, fölhúzatjuk, és vissza, felhúzzuk, vissza, még egyszer, és megállunk. Kilazítjuk a karjainkat, várra tesszük a két kezünket, nagy körökkel átlazítjuk a vállainkat, hátra. Kettőt, háromat, és vissza, kettőt, háromat, lazítunk egy kicsit, kedves egészségükre!